Megtörténhet a zajgátló védő vezetek kijelölése a repülőtér környezetében. A csökkenő gyermeklétszám, illetve az épületek műszaki állapota miatt két belvárosi óvoda átszervezése vált indokolttá. Több mint 20 millió forinttal támogatja az önkormányzat az új Hunyadi Városi Közösségi Házat. Jó estét kívánok! Önök a Hírórában a hírös híreket látják 19 órakor. Jól halad a kecskeméti katonai repülőtér környezetében létesítendő zajgátló védővezetek kijelölésének folyamata. A mai közgyűlésen a katonai légügyi hatóság illetékese azt mondta, az úgynevezett izofongörbék telekhatárokhoz való igazítását követően a szakhatóságok néhány hónap alatt jóváhagyhatják az új övezeteket, melyek így hivatalosan is kijelölésre kerülhetnek. Hosszú évek óta várat magára a jelenlegi helyi építési szabályzatban szereplő zajvédelmi zónák felülvizsgálata. Erre egyrészt az azóta változó körülmények miatt van szükség, másrészt azért, hogy a lakosság erősebb jogosítványokkal rendelkezzen a zajártalmak elleni védelemben. A katonai légügyi hatóság képviseletében Lázár Béla ezredes a mai közgyűlésen elmondta, az új zajgátló védőövezet nem zajvédő fal vagy más létesítmény, hanem olyan térképen szereplő vonalakat jelent, melyek zónákra osztják a repülőtér környezetét a zajszennyezettség szempontjából. A zajjal legerősebben terhelt A zónában az ingatlan tulajdonosok felajánlhatják ingatlanukat eladásra a honvédségnek, vagy átfogó zajszigetelést kérhetnek házukra. A B zónában levők jelentős zajszigetelést kérhetnek, a C zónában pedig a nyílászárókra kiterjedő zajszigetelés kérhető. Lázár Béla kiemelte, a honvédség senkinek az ingatlanát nem fogja kisajátítani, az A-zónás tulajdonosok számára adott a lehetőség, hogy felajánlják házukat eladásra a katonaságnak. Amennyiben a zajszennyezett ingatlanok tulajdonosai hangszigetelést kérnek, a költség jelentős részét a repülőtér üzemeltetője köteles állni, hangsúlyozta. Hozzátéve, éppen ezek a repülőteret terhelő kötelezettségek jelentik az új rendszer egyik fő előnyét a lakosság számára. A helyi építési szabályzatban jelenleg szereplő zajvédelmi zónák ugyanis nem rónak semmilyen kötelezettséget a repülőtér üzemeltetőjére. Az A, B és C zónában minden érintett ingatlan tulajdonost részletesen tájékoztatni fognak levélben, hangzott el. A Környezetvédelmi Bizottság keddi ülésén egyhangulag támogatta az előterjesztést, ahogyan a csütörtöki közgyűlés is egyhangulag elfogadta azt, ezzel pozitívan véleményezve a terveket. Az önkormányzat most az izofongörbék telekhatárokhoz való igazításában fog segíteni, ezt követően kerülhet sor a néhány hónapot felölelő szakhatósági vizsgálatokra, majd megtörténhet a zajgátló védővezetek kijelölése. Részletes cikkünk a híros.hu oldalon olvasható. Közel két órán át vitatkoztak a képviselők a mai közgyűlésen két belvárosi óvoda átszervezéséről, amelyet a gyermeklétszám csökkenése, illetve az intézmény egységeknek otthont adó épületek műszaki állapota indokolt. A Csongrádi utcai óvoda kiköltöztetése ügyében végül konszenzus jött létre, és azt az ellenzék is támogatta. A Szent Miklós utcai óvodával kapcsolatos tervet, amely szerint az OVI vállalkozói formában a Montessori módszert alkalmazva működik tovább, csak a kormánypárti képviselők támogatták. A csökkenő gyermeklétszám, illetve az épületek műszaki állapota miatt két belvárosi óvoda átszervezése vált indokoltá. Ez derült ki abból az előterjesztésből, amelyet Engert Jakabni alpolgármester készített a közgyűlés számára. A Ferencida óvodához tartozó óvodaegységek, vagyis a Csongrádi utcai óvoda, illetve a Szent Miklós utcai óvoda esete lényegében hasonló. Mindkét helyen folyamatosan csökken a beiratott gyermekek száma, és az épületek műszaki állapota is egyre aggasztóbb. Mint az alpolgármester elmondta, mindkét óvoda esetében a közelben biztosította a csoportok elhelyezése az óvónőkkel és dadusokkal együtt. Az eddig szükséges egyeztetések már lezajlottak. Teljesen együtt tudunk vagy érezni a tekintetben, hogy érzelmileg kötődnek a szülők ahhoz az intézményhez, vagy sokan többen közülük a szülő maga is odajárt, ezt is teljesen át tudjuk érezni, de nekünk mindenképpen a működtetés, gazdaságosság és egyéb szempontokat azt gondolom felelős városvezetőként figyelembe kell venni.
Engert Jakabni hangsúlyozta azt is, hogy a Szent Miklós utca óvoda vállalkozói formában a Montessori módszert alkalmazva tovább működhet. A társaság az épület felújítását is elvégzi. Szemereiné Pataki Klaudia az előterjesztés kapcsán azt mondta, hogy egyeztetett az itteni szülői közösség képviselőivel, és a megbeszélés alapján úgy tűnik, hogy ők elsősorban azt szeretnék, ha a gyermekek az óvónőkkel együtt maradnának. Ugyanis szerintük néhány nevelő nem akar átmenni a felkínált intézmény egységbe, vagyis a gyermekeik új óvónénihez kerülnének. A polgármester ezügyben további egyeztetéseket ígért. A napirend kapcsán közel 2 órás vita alakult ki a közgyűlésben. Az ellenzék a döntés indokoltságát kérdőjelezte meg, attól tartva, hogy ez tendenciává válhat. Mint a válaszokból kiderült, a döntés előkészítését szakértői jelentések támasztják alá. Ezek alapján most azt lehet tudni, hogy az óvodáskort elérő gyermekek száma a következő 2 nevelési évben csökkenni fog. Mindez pedig elsősorban a belvárosi intézményeket érinti. Ezzel szemben Kadafalván, Katonatelepen vagy Ménteleken és Hetényegyházán növekszik az igény a férőhelyek számának növelésére. A politikai síkon is zajló szócsaták végén mindkét oldal a vita lezárását és kompromisszumos megoldást javasolt. Kopping Rita javaslatára végül a 2 óvodáról külön-külön szavaztak. Ennek során a Csongrádi utcai óvoda esetében 20 igen egyhangú támogató döntés született. A Szent Miklós utcai óvoda átszervezését pedig 12 igen és 8 nem szavazattal fogadta el a közgyűlés. Idén átlagosan 10%-kal egészítik ki az önkormányzati intézményeknél dolgozók munkabérét. Ez annak a 3 éves folyamatnak a része, amelyet a Covid időszak alatt indított útjára a város. A bérfejlesztésekhez 2023-ban nagyságrendileg 1,1 milliárd forint plusz önkormányzati finanszírozás válik szükségessé. A kötelező béremelésen túl kiegészítő járadékot kapnak az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói. Az emelés 1861 főt érint összesen. A mai közgyűlésen Szemereiné Pataki Klaudia polgármester elmondta, egy észszerű, látható, kézzelfogható bérfejlesztést hajt végre az önkormányzat az intézményvezetőkkel közösen. Átlagosan 10%-os kiegészítésre teszek én még javaslatot, ami a költségvetésünk saját forrásainak a terhére történne ez a 10%-os kiegészítés, és ez nem a kötelező béremelésnek az elem részét képezi. Tehát ez azon felül van, a kötelező elemeken felül van. Ezen kívül még a kafetériát is megnéztük, és a kafetéria esetében is van még lehetőségünk emelni. Az éves kafetériát 26%-kal növelik átlagosan. Vancsura István önkormányzati képviselő szerint ez a béremelés nincsen összhangban az inflációval, ez az összeg a szinten tartáshoz sem elég. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester válaszként elmondta, 3 éve zajlik a bérrendezés a különböző ágazatoknál, amit a Covid időszak alatt indítottak el. Olyan munkaköröknél is rendeztünk béreket, és fizettünk, akik napi szinten nem tudták a munkájukat úgy ellátni, mint ahogy például most ellátják, és ennek a szükséges fedezetést is biztosítottuk, sőt, infláción felüli emelésre került sor a tavaly előtt és az előzőt megelőző években. Tehát én nem mondanám azt, hogy most ezt az egy általános 10%-ot, amit kiegészítőként odaadunk, ezt most ebbe az adott környezetbe kell vizsgálni. A polgármester elmondta, az infláció pár hónapja tart, december végén pedig majd újra átvizsgálják, hogy mekkora lesz ez a környezet. A bérfejlesztésről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a közgyűlés. Tudja tartani jelen állás szerint az ütemtervet az Izsáki út kivitelezője és a lakossági igényekre, véleményekre is kiemelt hangsúlyt fektetnek a kivitelezés során. Derült ki Falu György alpolgármester felszólalásából a mai közgyűlésen. Egyeztetett a kivitelezővel és az illetékes államtitkársággal is az alpolgármester, akik megerősítették, hogy a kivitelező ütemterv szerint képes haladni a munkálatokkal. A téli időszakban vannak olyan munkafolyamatok, amelyek leállnak technikai okok miatt, ezért lehet kevesebb munkás látni a munkaterületeken. Az aszfalt keverő üzemek például nem működnek a téli hidegben, így azok működtetését nem tervezték be a januári-februári időszakra. A kivitelező a gyalogos és kerékpárutak esetében is odafigyel, hogy folyamatos legyen a közlekedés. Időszakos lezárások előfordulhatnak, de mindig lesz megfelelő kerülőút, ami járható. Az útépítés a jelenlegi forgalmi rend szerint fog haladni, azaz egy-egy sávon továbbra is.
Több mint 20 millió forinttal támogatja az önkormányzat az új Hunyadi Városi Közösségi Ház berendezését és 2023-as működését. Az üzemeltetés továbbra is az Akikért a déli harang szól, a Hunyadi Városban egyesület láthatja el a közgyűlés mai határozata alapján. Ez lesz az új közösségi házunknak a rendezvényterme. Szilágyi Róbert, az Akikért a déli harang szól egyesület elnöke mutatta be nekünk még tegnap az új Hunyadi Városi Közösségi Házat. Az új épületet az önkormányzat által nyújtott több mint 20 milliós támogatásnak köszönhetően rendezik be hamarosan és üzemelteti az egyesület. A régi 76 négyzetméteres épületet felújították és kibővítették, így egy több mint 300 négyzetméter hasznos alapterületű energiatakarékos közösségi ház jöhetett létre. A Hunyadi Városi Nyugdíjas Klub és Énekeskörök, az Ökokert csapata, a Kutyások Baráti Társasága, a Baba Mama Klub tagjai és az egyházi közösségek mind helyet kapnak majd az új közösségi házban. A mai közgyűlésen Pászti András képviselő mondott köszönetet a pályázat segítőinek és résztvevőinek. Külön szeretném megköszönni polgármester asszonynak a támogatást, az önkormányzat dolgozóinak, illetve Horváth Attilánénak, aki ugye a CLLD pályázatnak az egyik vezére, a városfejlesztő dolgozóinak és vezetőjének, Balogh Zoltánnak, egy Bán Attila nevezetű tagnak, dr. Lóci Lászlónak és a Szilágyi Róbertnek, hogy fölvállalta azt, hogy akkor a működtetést tovább folytatja. A közgyűlés 20 igen és 0 nem és tartózkodás mellett szavazta meg ma a közösségi ház berendezéséhez és egy évi működtetéséhez szükséges több mint 20 millió forintos támogatást. Rengeteget dolgoztak azért, hogy ez az álom megvalósuljon. Ez nem csak úgy odapottyant, hanem rengeteget tettek azért, hogy ez így alakuljon. Sokszor mondják, hogy nem lehet tudni, mi volt előbb, a tyúke vagy a tojás. Egy ilyen közösségi ház esetében ez nagyon jól eldönthető. Először kell, hogy egy közösség összekovácsolódjon, és utána kell közösségi házat építeni. Falu György, a polgármester hozzátette, évtizedes és tudatos építkezés eredményeként egy új, modern közösségi térnek örülhet a Hunyadi Város, amiben a jövőben, ha minden a terveknek megfelelően alakul, akár még postai szolgáltatások is helyet kaphatnak. A szakbizottságokban elhangzott javaslatok alapján módosítva egyhangulag elfogadta a mai közgyűlés a városi díjakról szóló új rendeletet. Bizonyos díjakat összevonnak, több esetben módosul az átadások időciklusa, és két új díjat is alapítanak. Egyhangulag elfogadta a mai közgyűlés a városi díjakról szóló új önkormányzati rendeletet, azokkal a módosításokkal, amelyek a közgyűlést megelőző bizottsági vitákon fogalmazódtak meg. Az új rendelet bizonyos díjakat összevon, több esetben módosítja az átadások időciklusát, és két új díjat is létrehoz. Matthiász János és Mésző Gyula neve a továbbiakban díj elnevezésében nem, ugyanakkor az új Kecskemét Agráriumáért díjhoz járó díszoklevélen szerepel majd, ennek megfelelően, hogy melyik agrárszektorba tartozik a díjazott. A biztonságos Kecskemétért díj elnevezési új kitüntetésbe olvasztják be az eddig önálló az év kecskeméti rendőre, tűzoltója, városrendésze és büntetés végrehajtási intézeti dolgozója díjakat, továbbá bevonják az elismerhető tevékenységi körök közé a honvédelmet. Az új rendeletben további fontos változás, hogy egyes díjak, Kada Elek díj, Katona József díj, Kodály Zoltán díj, Bozsó János díj, az eddigi gyakorlattól eltérően nem évente, illetve két évente, hanem minden harmadik évben kerülnek odaítélésre. A témában részletes cikkünk a hírös.hu oldalon olvasható. Gyémántból Kalitkát címmel jelent meg Csík János és a Mezzo zenekar legújabb lemeze. Pénteken a Hírös Agórában mutatják be az albumot, amelyről a tegnapi kiemelő magazinunkban Csík János, Kossuth Díjas zenész, a Csík zenekar egyik alapítója, és Szabó Kocsis Zsuzsanna mondott el részleteket. Idén immár 5 éve alakult meg a Csík János és a Mezzo zenekar. Egy lemezük már megjelent a Szép a tavasz, Szép a nyár címmel, most pedig második albumuk készült el nemrégiben. Tegnap este kiemelő című magazinumban erről árult el részleteket Csík János, Kossuth Díjas zenész, a Csík zenekar egyik alapítója és Szabó Kocsis Zsuzsanna énekes. A Gyémántból Kalitkát viselő új album ismét változatos zenei élményt ígér mindenki számára. Lemezük címét egy moldvai csángó dallam szövegéből kölcsönözték. Fő motívuma a madár, mely egyben az emberi lélek, az ember szabadságának szimbóluma is. A felemelkedés a szárnyalás jelképe ég és föld között, mondták el.
A beszélgetés során kiemelték, hogy a zenekar minden tagjának ötlete benne van a zenékben. Zené és gondolati ízlési világukban egymás mellett váltakozva szerették volna megszólaltatni az autentikus népzenét, a megzenésített verset, ebben segítségül hívva a jazz muzsikát és persze saját zene számaikat is. A zene mellett néptánc is jelen lesz a színpadon holnap az Agórában tartandó lemezbemutatón. A teljes beszélgetést a Kecskeméti Televízió honlapján, illetve a híres.hu oldalon találhatják meg. Fontos hazai meccsel zárta a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét a szünet előtti időszakot a Budapest Honvéd ellen. Tegnap este a Messzi István sportcsarnokban a kiélezett csatát végül a házigazda hírösvárosiak nyerték megérdemelten. Felváltva estek a kosarak, az első etap hajrájában a Honvéd egy kettessel többet tudott értékesíteni. A félidő végén pedig 43-40-re állt a mérkőzés. A harmadik negyedben az utolsó támadást a KTE vezethette, Wittmann pedig dobócsel után újabb pontos dobást mutatott be. Klobuchar megismételte az előző negyedbeli nyitányt, és Simon is hármassal jelentkezett. Wittmann csak sportszerűtlen falt árán tudta megállítani a Honvéd. A Duna Aszfalt DTKH Kecskemét csapatkapitánya pedig mindkét egyes bedobta. Tóth Barna alakította ki a végeredményt 94-77-re. Így a kecskeméti csapat megszerezte a 12. sikert az alapszakaszban. Szívós, küzdős Honvéd volt az ellenfelünk. Úgy gondolom megérdemelten nyertünk. Mikor nem voltunk elég koncentráltak, akkor azonnal a nyakunkra jött a fővárosi csapat, ezért jár nekik is az elismerés, sok sikert nekik a folytatásra. A 12. győzelmet szereztük meg, ez úgy vélem óriási dolog. Értékelte a mérkőzést Forrai Gábor vezetőedző. A következő mérkőzésen március 4-én szombaton 18 órakor az atomerőmű ESE ellen játszik a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét a Messzi István sportcsarnokban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit. Még egyszer, röviden. Megtörténhet a zajgátló védővezetek kijelölése a repülőtér környezetében. A különböző zónákban lakóknak lehetőségük lesz eladni ingatlanukat a honvédségnek, vagy zajszigetelést kérhetnek házukra. A csökkenő gyermeklétszám, illetve az épületek műszaki állapota miatt két belvárosi óvoda átszervezése vált indokoltá, az intézmények sorsa hosszú vitát eredményezett a mai közgyűlésen. Több mint 20 millió forinttal támogatja az önkormányzat az Újhunyadi Városi Közösségi Házat, az összeget berendezésre, bútorokra és az idei évi működésre költheti el az üzemeltető egyesület. Egyhangulag elfogadta a mai közgyűlés a városi díjakról szóló új rendeletet. A döntés alapján bizonyos díjakat összevonnak, több esetben módosítják az átadások időciklusát és két új díjat is létrehoznak. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bemutatjuk, milyen kalandokban vehetnek részt idén a szerelmes és házas párok. Ezután beszélgetést láthatnak Trencsényi Péterrel és Ricu Norbertel, a híres Rescue Team tagjaival. De először Kurdi Viktor, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatója lesz vendégünk, akivel a szolgáltató befejezett és új projektjeiről beszélgetünk. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken tovább vastagszik a felhőzet, nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, napos körzetek, időszakok főleg a nap első felében lehetnek, szorványosan előfordul esőzápor, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.
Szombaton hazánk délnyugati felén a nap első felében vékonyabb, szakadozottabb, másutt vastagabb lehet a felhőzet, a délutáni órákig valószínű esőzápor, a szél több felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum hőmérséklet 1 és 9, a maximum 10 és 16 fok között alakul. Vasárnap gyakran vastagabb lehet a felhőzet, hazánk délnyugati felén fordulhat elő esőzápor, a szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 5 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Jó estét kívánok! Ez itt már a kiemelő. Mai magazinunkban bemutatjuk, milyen kalandokban vehetnek részt idén a szerelmes és házas párok. Ezután beszélgetést láthatnak Trencsényi Péterrel és Ricu Norberttel, a híres Rescue Team tagjaival. De először Kurdi Viktor, a Bácsvi ZRT elnök vezérigazgatója lesz vendégünk, akivel a szolgáltató befejezett és új projektjeiről beszélgetünk. Már is kezdtünk! A közelmúltban zárult le egy nagyszabású projekt, amely a szennyvizek energia és nyersanyag tartalmának hasznosítását célozta. Ebben konzorciumi partnerként vett részt a Bácsvíz ZRT. Egy Kecskeméten és Ballószögön megvalósuló közel 2 milliárdos ivóvízhálózat fejlesztési programban pedig a Bácsvíz ZRT koordinálja a munkát. A Bácsvíz ZRT innovációs nyitottságáról, vállalkozói kedvéről és a jövő fejlesztéseiről Kurdi Viktor elnök vezérigazgatóval beszélgetünk. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is beszélgessünk a két települést érintő fejlesztésről, hogy ez milyen munkálatokat foglal magába. Nagy öröm számunkra, hogy ez a projekt győztes fázisig eljuthatott, és leginkább az ellátás biztonság érdekében bizonyos hálózati szakaszoknak a cseréjét öleli fel. Kecskeméten ugye a déli iparterület nagyon sokszor nagyon komoly fókuszt kap, és a régebbi iparterületünk, a Szent István Király körúton lévő ipari fogyasztók ellátásbiztonságát célzott erősíteni, fejleszteni ez a projektünk. Azokon a szakaszokon az utóbbi években több nagyon komoly csőtörésünk is volt, amelyek közül volt, amelyik járt azzal, hogy bizonyos üzemek nem tudták a termelésüket folytatni, és műszak szünetet kellett elrendelni a csőtörés idejére. Ekkor fogalmazódott meg az a dolog, hogy okvetlen szükség lenne ennek a nagy átmérőjű vezetéknek a cseréjére. A pályázati lehetőségeket áttekintve azonban láttuk, hogy pusztán az, hogy kicserélünk egy vízhálózatot, az még nem olyan cél, hogy projektet lehet ráindítani, és ezért mellé kellett tenni azokat az energiahatékonysági, digitalizációs, fenntarthatósági célokat, amelyek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az üzembiztonság, az ellátásbiztonság az magasabb szintű legyen, és az üzemeltetés egyre hatékonyabbá válhasson. Akkor mondhatni, hogy meglehetősen szükségszerű volt ez mostanában. Szükségszerű és ugyanakkor komplex. Ez országos léptékben mennyire számít nagy beruházásnak vagy fejlesztésnek? Amikor kiírták ezt a megjelent ez a pályázati fejezet, akkor ilyen minden esetben egy becsült projekt számot és projekt nagyságot is meg szoktak határozni azok, akik ennek a kiírásáról döntenek. Mi azt látjuk, hogy vannak ennél nagyobbak is, és vannak ennél kisebb projektek is, viszont Kecskemét vonatkozásában elmondható, hogy a kék vízivóvíz minőségjavító projekt után, ez egy nagyon komoly tétel, az érintett több mint 20 települést Észak-Bács-Kiskun megyében, körülbelül 10 milliárd forint keretösszegről szólt, ez a projekt pedig 1,8 milliárd főösszegű. Milyen eredményekkel lehet majd számolni? Arra számítunk, hogy lesznek kézzelfogható és kézzel nem fogható eredményei. Mondhatjuk, hogy a kézzel nem lehet megfogni például azt, hogy az üzembiztonság növekszik, vagyis kevesebb lesz a hiba lehetőség. Ez mit akar pontosan? Mit lehet? Arra számítunk, hogy azon a szakaszon nem lesznek váratlan meghibásodásból adódó szolgáltatás kiesések. És ez mellett azt is várjuk, ami kézzel fogható számszerűsíthető, hogy ezeken a szakaszon a hálózati veszteség mértéke csökkenni fog.
Magyarországon átlagosan elmondható, hogy a hálózatba betáplált 100 liter vízből 25 liter víz, azaz 25% elfolyik a hálózati hibákon, szivárgásokon keresztül. Láthatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon magas szám. Kecskeméten jobban állunk ennél, ott mondjuk 17-18% körüli ez az érték. A projekttel érintett szakaszokon pedig azt várjuk, hogy ez jelentősen fog csökkenni. Mikor zárulhat a projekt? Ha minden a terveink szerint alakul, akkor év végére a projekt záró ünnepséget is össze tudjuk hívni. Addigra működni fog a kis naperőműves rendszer az egyes számú vízműtelepen, addigra ki lesznek cserélve szivattyúk, gépészeti elemek, amelyek lényegesen energiahatékonyabban fogják szolgálni a vízszolgáltatást. Fog bekerülni a rendszerbe jó néhány okos mérő, amely képes arra, hogy a hálózati nyomást, átfolyó vízmennyiséget olyan adatátviteli rendszeren keresztül tudja az üzemirányító központba beküldeni, amely a hálózat monitoringozását, folyamatos felügyeletét támogatni fogja. Ezáltal is segíti azon vízművesek munkáját, akiknek az a dolguk, hogy a városban a vízszolgáltatás zavartalan legyen. Ezek az innovatív módszerek a szennyvíztisztító telepen is megmaradnak? Azt is elmondhatjuk, hogy a Bácsvíznél mi úgy tekintünk erre a két alrendszerre, mint ivóvízszolgáltatás és szennyvíz csatornaszolgáltatás, mint két egyenrangú és egymással szorosan összefüggő és komoly prioritású célterületre. A szennyvíztisztító telepünkön is nagyon sok elképzelésünk van, fejlesztési lehetőségünk vannak. Az utóbbi időben, látva azt az energiakrízist, amiben belekerült az egész világ, így Magyarország is, nagyon előtérbe került az, hogy csökkentsük az energiakitettségünket. Most, ami futó projektjeink vannak a kecskeméti szennyvíztisztító telepet illetően, mind-mind az energiáról szólnak. Minél kevesebb villamos energiával tisztítsuk meg a szennyvizet, azon kívül az iszabból, amelyből biogáz képződik, a biogázból villamos energiát termelünk, minél nagyobb mennyiséget tudjunk saját magunk felhasználni, és ezáltal az üzemeltetési költségeinket csökkenteni. Eddig mik valósultak meg a tervekből? Tehát amiket elmondott, ezeken kívül esetleg még, amiről lehet így tudni, hogy a nézők is. Szeretjük az innovációt egy ilyen folyamatos, megújuló, gördülő fejlesztési terv szerint a szervezeten belül tartani. Ezek az innovatív megoldások lehetnek munkaszervezésiek, lehetnek minőségközpontúak, lehetnek energetikai központúak. De ugyanakkor, akik követik a vállalatunk sorsának alakulását, emlékezhetnek rá, hogy alig 2 évvel ezelőtt adtuk át az új víz- és szennyvízvizsgáló laboratóriumunkat, ami egy nagyon komoly és nagy saját erős beruházás volt, amelyhez nem vettünk például igénybe pályázati forrást. Ez a laboratóriumunk azóta is működik, az ügyfélszámunk növekszik, az az aránya, ami a külső munkák vállalkozási aránya, az is a terveink szerint alakul. Úgyhogy ezzel is nagyon elégedettek vagyunk. De itt sorolhatnám például az üzemirányító központunknak a fejlesztését, amelyet tavaly tavasszal például Magyarország államfője is megtekintett, Áder János köztársasági elnök úr, aki nagyon érzékeny a vizes témák iránt, nagyon érzékeny a fenntarthatósági témák iránt. Úgy gondolom, hogy elégedettséggel nyugtázta azt a szakmai munkát, ami ott folyik ezen témakörökben. És mit lehet tudni a jövőről? Célok, tervek, mi esetleg új beruházás, mire lehet számítani, mit? Jelenleg az aktuális energiakrízis alapvetően meghatározza a hétköznapjainkat. Érzékeljük azt, hogy a világ megváltozott, és a gazdálkodási helyzet is megváltozott. Ennek a legfőbb oka az, hogy a társaságunk működéséhez szükséges indokolt költségek és a várható bevételek között nincsen összhang. Tehát 2023-ra, látva, hogy ezek a víz- és csatornadíjak, amelyek 2013-ban lettek csökkentve 10%-kal, ma már nem elegendőek, ezért most a legfontosabb céljaink közé az tartozik, hogy a cég működőképességét, a cég értékeit megőrizzük, a futó projekteket megfelelő színvonalon véghez vigyük, és ebből reményeink szerint továbbra is egy fenntartható, biztonságos és megfizethető víz- és csatornaszolgáltatást hozzunk össze. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót és további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen.
Zajlik a Házasság Hete programsorozat, ahol számos interaktív program segíti a párokat kapcsolatuk erősítésében, elmélyítésében. Kecskemét 11. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz, melynek keretében a párok egy érdekes, szerelmi kalantúrán, egy párkapcsolat építő játékon is részt vehetnek. Bár a Házasság Hete február 21-én véget ér, a kalantúra egyes állomásai egészen március 20-áig felfedezhetők, rengeteg kecskeméti helyszínnel és feladattal. Kecskeméten is a házassági, a családi és a párkapcsolatoké a főszerep ezekben a napokban. Február 10-e és 21-e között zajlik a Házasság Hete programsorozat, amelyhez rengeteg kulturális patinás intézmény csatlakozott város szerte. A Parázs Pasztorális Központ pedig elindított egy több héten át tartó ingyenes párkapcsolatépítő játékot, a szerelmi kalantúrát. Számos helyszínnel, amelyeken szórakoztató feladatok elé állítják a párokat, melynek kapcsán nem csak egymást, hanem Kecskemét értékeit is felfedezhetik. Nagyjából 30 állomáson gyűjthetnek a párok pontokat, ahol ezt a táblát látják Kecskemét városában, intézményeken, múzeumokon, színházak csatlakoztak, a Katona József Nemzeti Színház, a Ciroka Báb Színház előadásai is ugyanúgy szerelmi kalantúra pontot érnek, és ott akár cukrászdákba, sörházba is láthatják majd ezt a állomás vagyunk táblácskát, ott lehet pontot szerezni, és nem föltétlen csak azzal, hogy meglátogatják ezt az intézményt vagy szolgáltatót, hanem lehet, hogy ott egy meglepetés feladat is várja a párokat. Mi megpróbáltuk teljesíteni a túrát. Ahhoz, hogy a játékba belekezdhessünk és felfedezhessük a kalantúra helyszíneit, online regisztrációt követően útlevelet kell váltanunk, amiben az egyes állomásokon kis szív alakú pecséteket gyűjtünk részvételünk jutalmaként. Akkor ez az útlevél kalantúra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Első állomásunk a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár, ahol a házasság hetén előadások, beszélgetések, online pedig irodalmi információ keresési játék is várja a párokat. Mi részt vettünk egy virtuális túrán, ahol Európa legromantikusabb városaiba juthatunk el. Míg a pár egyik tagja a virtuális világban kirándul, a másiknak kérdésekre kell válaszolnia az adott várossal kapcsolatban. Sikeresen teljesítettük a feladatot, így egy pecséttel is nagy élménnyel lettünk gazdagabbak. A kalantúra során azon kívül, hogy érdekes feladatokat kell megoldani, ahol egymást is jobban megismerhetjük, Kecskemét kulturális értékeit is felfedezhetjük. A Bozsó gyűjtemény is a szerelmi kalantúra egyik állomása, az állandó kiállítások megtekintéséért is pontot szerezhetünk. Amióta Kecskeméten ez a kezdeményezés elindult, mindig csatlakozunk különböző rendezvényekkel. Úgy gondoljuk, hogy értéket adunk, értéket közvetítünk, és a látogatók mindig szép emlékkel mennek el tőlünk. Sőt, szeretnék még egy plusz programot felajánlani, hogy mindazok, akik a Bálint napi tárlatvezetésünk de nem tudtak eljönni, jelentkezni, bejutni, igyekszünk nekik még egy újabb időpontot majd biztosítani. Randi során szórakoztató feladatokkal fedezhetjük fel a cifrapalotát és annak kiállításait.
Sagóra előtt lévő szerelmi fotófal előtt fotózkodhatunk, majd a Benkó Zoltán szabadidőközpontba látogatunk el. Megkerestük a szerelemfát a domb tetején. Figyelj, fenn vagyunk egyben. Egyben. A legenda szerint ugyanis négy arkangyal vigyáz a dombra, aki házasságkötése előtt a párjával kézenfogva megkerüli a fát, örökké együtt marad szeretetben, békességben. A kecskeméti fürdő is már évek óta kedveskedik a házasság hetén a pároknak, a Valentin nap kifejezetten a szerelmeseknek és a szerelmesekről szólt, egészen március 20-áig a fürdő látogatásával a párok szerelmi kalantúra pontot szerezhetnek. Kecskeméti fürdő már az elmúlt években is csatlakozott a kalantúrához, ehhez a szerelmi kalantúrához. Az idejében is fontosnak tartottuk azt, hogy csatlakozzunk hozzá, hiszen szeretnénk a kecskeméti pároknak kedveskedni, hogy mi is egy állomás vagyunk. Itt, hogyha megérkeznek a fürdőbe, akkor a recepciónál egy szép díszítés fogadja ugye a kedves szerelmes párokat, ez ugye már Valentin napkor is látható volt. A recepciónál tudják a párok kérni, vagy a kupongyűjtők is füzetet, vagy pedig, ha már rendelkeznek ilyennel, akkor a kis pecsételő kis matricát tudják igényelni. Természetesen, hogyha egy bármilyen jellegű jegyet vásárolnak a kecskeméti fürdőbe, akkor tudják ezt a kis matricát a füzetükbe megkapni. Számos program várja a fiatalokat és a párokat, házasokat, vannak köztük ingyenesek, fizetősek, online formában kitölthetőek. A cél a kapcsolatok erősítése, mélyítése. A házasság hete programfüzet segít eligazodni a rengeteg program és helyszín között. A kalantúra első szakaszában február 10-től 21-ig a házasság hete programjai adják az állomásokat, a második szakasz állomásai február 22-től válnak elérhetővé a szerelmi kalantúra honlapján, sok közülük egészen március 20-áig elérhető. Március 22-én pedig nyereményeket sorsolnak ki azok között, akik legalább 10 állomást teljesítenek. A híres Rescue Team február 9-én indult el, hogy a törökországi földrengés utáni mentési munkálatokban segítsen. Ma délután a szervezet alapítója, Trencsényi Péter és alelnöke Ricu Norbert volt stúdiónk vendége. Február 9-én indult el a híres Rescue Team a Magyar Református Szeretett Szolgálat égisze alatt Törökországban, ahol a földrengés mentési munkálatait segítették. Négy nappal később tértek haza a szakemberek, akiket a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren többek között a kecskeméti televízió is várta. A híres Rescue Team alapítója Trencsényi Péter és alelnöke Ricu Norbert most a vendégem. Szervusztok! Engedjétek meg, hogy tegeződjünk, hiszen ugye már azért jó pár éve nagyon jó barátságot ápolunk egymással. Nehéz lenne magázódni most sok percen keresztül, úgyhogy akkor engedjétek meg a tegeződést. Köszönjük. Peti, láttam rajtad a terminálban, hogy a könnyeiddel küzdesz, amikor megérkeztél. Igen, igen. Amikor dolgoztunk kint, ugye erre nem is volt idő, nem is volt lehetőség. Ha valaki egy picit rosszabb paszba volt, akkor segítettünk egymásnak, de egészen a terminálig ezt jól is viseltük. Na, és ott volt az a pont, amikor a családtagok, a vendégek, a sajtóképviselői, a török egyetemisták magyar zászlóval, meg török zászlóval, tehát az volt az a pont, amit már... Tehát ott már eltölt egy-kettő embernél a mécses. Igen. És hát egy rózsaszár is a kezedben volt, az igen. Nekem nagyon tetszett, hogy még erre is külön figyeltél. Igen, igen. Ugye, igyekeztünk ugye egymásba ezt így motiválni egymást, hogy erre figyeljen mindenki, meg ugye vártuk. Ugye egy kollégának nem tudott jönni hozzátartozója, de mi vele is foglalkoztunk addig, amíg többiek ott jól érezték magukat. Norbi, amikor megérkeztetek terminálba, akkor ugye elkezdtünk beszélgetni, és volt egy mondatod, ami megragadt engem. Azt mondtad, hogy tudtok úgy nézni, hogy ne lássatok. Mégis mi várt benneteket a helyszínen? Szörnyű állapotok. Gyakorlatilag ott minden megsemmisült, de szó szerint minden kőhalmokat találtunk. Mindenféle összetört torzóval, a torzón nem emberi torzót értek, hanem a villanyoszlopok, az autók, a hírlapárusok, az üzletek, minden egy ilyen iszonyatos pusztítás. Kifelé mi
egymást is készítgettük, és én gondolatban is elképzeltem a híradások képei alapján, hogy mi fog ott minket várni, annál sokkal-sokkal szörnyűbb volt. Ha jól tudom, akkor ti nem is találtatok túlélőket sajnos, már későn értetek oda. De szerencsére sikerült. Ti a kecskeméti alakulat? Így hát a csapat együttvéve, ugye azt tudni kell, hogy ugye két részletben volt a csapat, az egyik része már kint volt, és mi az erősítés, illetve váltás lettünk volna, és még egészségügyi kontingensként is, ugye két orvossal, két mentőtiszttel, illetve három mentőápolóval, plusz felszerelésekkel, de a kórházban már nem sikerült dolgoznunk. És az utolsó napig, az utolsó percig dolgoztunk a romokon, ahol a kutyák jelezték, ugye négy kutyával voltunk kint, mind a négy kutya ugyanott jelzett, illetve a kórai kollégák még hangszonárral is megnézték, és mikor mi hazautaztunk, itthon kaptuk már a hírt, hogy ők tovább folytatták ugye az éjszaka munkálatokat, és hogy két élőt még sikerült kihúzni a jelzéseink alapján. Úgyhogy egy házaspárt, egy katonatisztet, illetve egy orvost sikerült még kihúznunk a romok alatt így messziről is. Tehát akkor volt utóélete a ti munkátoknak, akkor ezek szerint... Összességében 5 túlélőt sikerült kiszednünk a romok alól. Hoztál magaddal egy követ, itt van az asztalon, most már azért beszélgetünk 3 perce, muszáj rákérdezzek, hogy honnan van ez? Ez onnan van, a Hatály tartományból, az egyik épületből. Tehát itt körülbelül ekkora darabokra is estek szét. Voltak nagyobbak természetesen, de én azért hoztam el egy emléket. Én erre figyeltem, hogy én nem sok fényképet készítettem, inkább nem is volt rá idő, meg nekem a kutyával is foglalkozni kellett, de ezt az egy követ azért hoztam el, illetve megmaradt egy olyan emlékörökre, ami egy fényképpel sem ér föl. Mi volt a feladatotok? Hogyan történt maga a mentés? Akár mondjuk, hogyha egy holttestet találtatok, vagy esetleg arra utaló jelet, hogy ott valaki lehet? Úgy mozogtunk, kisebb csapatokra oszlottunk, és egyenlő erőket próbáltunk. Mindig volt egy kutya, a kutya kísérője, egy tűzoltó, egy katona és egy egészségügyi személyzet. Ilyen 4-5 fős csapatokat alkottunk, illetve egy tolmács, egy kinti tolmács segített még minket. Felosztottuk a lakótömböt, vagy az eldőlt házat részekre, és mindenki úgy, hogy folyamatos rádió kapcsolatban voltak a csapatok egymással, ő számára kijelölt területet vizsgálta át. Én Petivel dolgoztam együtt, miért rontanánk el ezt a több éves munkakapcsolatot, mi együtt voltunk. Ő ment előre a Mogyival, nyilván, én voltam a biztosítójuk hátulról, nálam volt az EU táskám a szükséges életmentő felszerelésekkel, és nem egy olyan alkalom volt, ugye tudjuk, hogy utórengések voltak, ezeket mi a saját bőrünkön tapasztaltuk. Peti volt, hogy annyira belem feledkezett a mentésbe, hogy nem vette észre. Nem vettem észre az utórengést. Nem vette észre, hogy mozog a fő. Úgy, hogy így járt alattunk, és én kiabáltam, hogy gyere már ki. Mondta, hogy mi van? Mondom, hogy figyelj, mert ott van fölöttünk 8 emelet, a utórengés van, gyere ki. És akkor úgy spurisztak kifelé. Az épületekbe beengedtek benneteket? Ezek tudatában, hogy több utórengés is volt ott a területen? Hát ezt a tűzoltó specialista kollégák döntötték el, hogy ebbe még be tudunk menni, ebbe már csak a kutya tud bemenni, vagy ezt semmiképpen még megközelíteni sem célszerű. Megy a Mogyi, ugye Norbi említetted, hogy Peti ment elől a Mogyival. Elkezdett ugatni, Mogyi jelzi, hogy itt van valami, utána hogy történt a munkálat? Ugye ott már ott voltak a helyi, a török katasztrófavédelem, illetve munkagépkezelők, mindenki. Ha megérkeztünk kutyával, nem sok kutya volt kint, ezért vadászták a kutyásokat, hogy ide jöjjünk már oda, azt is nézzük még meg. Oda mentünk, ha volt a kutyának jelzése, akkor mi ezt megjelöltük nekik, hogy ott nem mindig volt egyértelmű a jelzés, a másik kutyával is lekontrolláltuk, hogyha már biztos volt a szituáció, hogy akár élő vagy holt van a törmelék alatt vagy a fal mögött, akkor megjelöltük nekik, hogy ott óvatosan és egyébként merről bontsanak. És akkor a többi munkát már ők végezték, és mi mentünk a következő helyszínre. Ugye ameddig kint voltatok, próbáltuk tartani a kapcsolatot, csak nagyon nehéz volt, hiszen egyrészt nektek más dolgotok volt, másrészt pedig azért a net, a mobil hálózat, hát az azért nem úgy történt, ahogyan rendes állapotokban ugye ez működne. De azért mégiscsak egy-két információ átjött, és volt egy olyan
aspektusa az ott léteteknek, ami engem itt Kecskeméten azért egy kicsit meghatott. Méghozzá azt is kérlek, Peti, Norbi, meséljétek, hogy ez hogyan történt, hogy ugye az ott lakók, akiknek a házuk összedőlt, tudták, hogy valahol ott van valaki, szerettük, hozzátartozójuk, és szóltak, hogy gyertek, gyertek, mentsétek, és nem tudtátok. Nem tudtatok egyszerűen utána menni, mert nagyon mélyen lehetett. Hogyan reagáltak ekkor az ott lakók, a törökök? Mondhatod? Ilyen fegyelmezett reakciókat én még életemben nem láttam, hogy Norvis, tehát még több mint 20 éve foglalkozunk mentéssel, rengeteg tragédiát, borzasztó kárhelyen, illetve baleset helyszínén voltunk már. Ha közlünk egy halálhírt, vagy nem tudunk rajta segíteni, vannak különböző gyászreakciók, tehát nagyon borzasztó, nem is szeretek erről beszélni. Ők viszont, tehát közöltük velük, megköszönték a segítséget, még ha nem is tudtunk fizikálisan segítséget tenni, majd közölték a család többi tagjával, és olyan bátran vették tudomásul, tehát tisztában voltak a helyzettel. Valószínűleg, hogy ennek a hithez nagyon sok köze lehet, hogy így reagáltak. Két eset jut nekem eszembe. Az első, emlékszel, amikor föl kellett mennünk ott magasra, ott egy 8 emeletes ház dőlt össze, olyan 2 emelet, 3 emeletnyire összeroskadt magába, és a teteje felől próbáltunk behatolni. Ott ugye meglátták a kutyát, ahogy Peti mondta, szólt egy úr, és fölmentünk az ő kérésére, megmutatta, hogy körülbelül hol lehet. Ott tényleg egy hajszál tartotta azt az épületet, úgy képzeld el, hogy mint egy rombusz az egyik sarkára állt, tehát eldőlt egy irányba, itt volt a födém része, itt az oldalai, itt a alap, és ebbe az irányba, erre a sarkára eldőlt, és ott az egyik belső lakás volt. És mondták, hogy nem tapasztaltak életjelet, de szeretnék, hogyha megpróbálnánk, és mi is józan ésszel, illetve a tűzoltónk is azt mondta, hogy oda nem. És nem volt belőle harag, megértette, ez volt az első. A második, ami a számomra legmegrázóbb eset volt, az pedig már éjfél magasságába indultunk hazafelé vissza a találkozási pontra, ahonnan a hadsereg szállított minket haza, amikor egy olyan helyszín mellett mentünk el, amit már délelőtt megnéztünk, és jeleztek a kutyák, hogy ott van élő. És mondták, hogy folyamatosan kommunikáltak velük, de nincs már órák óta kapcsolat. Az édesapa volt a kint, és a 4 éves forma kislány, és az édesanya bent. És mi, ahogy a Peti mondta, mi nem vettünk részt effektíve a bontási munkálatokba, de ez egy olyan, ugye jártunk is már ott, és látszott az a tehetetlenség, hogy éjfél van, és már senki nem fog neki segíteni, hogy ott lepakoltunk, és elkezdtünk segíteni. Hoztak kéziszerszámokat, de a munka nagy részét azt szinte a két kezünkkel csináltunk. Odáig jutottunk, hogy az egyik válaszfalon tudtunk egy 15-20 centis rést vágni, vésni, ahol be tudtunk dugni egy telefont. És a telefon képeit az orvosokkal együtt elemezve állapítottuk meg, hogy ők nem élnek már. Tehát még amikor elkezdődtek a munkálatok, még kommunikáltak, nem, és akkor ez volt a kérése, itt a hitet említetted az előbb, az ő vallásuk szerint minden halottat el kell temetni, mindegy, hogy az egész vagy nem. És ezt kérték, hogy ezt tegyük lehetővé, hogy segítsük kibontani és kiemelni a holtesteket. Ez volt annak a napnak az árása, az ő kiemelésük. Neked, Peti, mi volt a legmegrázóbb ebben a 4 napban? Hát nekem a legmegrázóbb, én is körülbelül ezeket tudnám elmondani, hogy mi is egy romra fölmentünk, ahol egy úr kérte, hogy nézzük már meg, az édesanyja bent van az épületbe. Meg is mutatta, hogy körülbelül hol, és ugyanígy a statikusunk azt mondta, vagy a tűzoltó kollégánk azt mondta, hogy oda még a kutyát se. És közöltük vele, hogy sajnáljuk, de nem, megértette, érti, hogy nem szabad rizikózni. Majd lementünk a romról, nekem akkor pihenőidőm volt a kutyával, hogy megitassam, többiek addig más feladaton dolgoztak, és én is akkor láttam meg, hogy az egész család pedig slégan szembe velem ül. És lejött az úriember a romról, oda ment az egész családhoz, testvére, az édesanyja testvérei ott voltak, meg kisgyerekek, és ugye közölte velük, hogy mutatott a kutyára, hogy megnéztük, nem tudunk bemenni, nagyon veszélyes, és
elpityeredtek, de azt is ilyen tök rendezetten, és elkezdtek sétálni az utcából kifele, mert már itt nem volt mit tenniük, és oda jöttek megköszönni, hogy nagyon köszönik a segítséget. Ez volt a legmegrázóbb, hogy nekem volt rossz érzés, hogy nem tudtam fizikálisan se, én se, amúgy is, se a tűzoltó kollégák rajta segíteni, és mégis megköszönték ezt is, hogy ott voltunk egyáltalán. Illetve ami még ott még volt egy határeset, hogy majdnem elsírtam magam, az már hazaúton volt a repülővel. Ugye a sztjuárdeszek, akik fogadtak minket a török légitársaságnál, ők ezt szabadidejükben csinálják, szabadságon a mentőcsapatokat szállítják ki, a pilóták is, a sztjuárdeszek is. És amikor mi mentünk ugye elől a kutyákkal, és mutatjuk a jegyünket, hogy hova üljünk le, ők elkezdtek zokogni, megsimogatni a kutyákat, és úgy magyarázták el hogy az üléssort, hogy hova kell ülnünk, hogy végig zokogtak. Meg ugye, hogy megtapsoltak a gépen minket. Tehát mi nem ezért csináltuk, de jól esett egyébként. Hát azért ez nem csak lelkileg volt megterhelő, mondtad Norbi, hogy sokszor a kezetekkel dolgoztatok, tehát fizikailag is, viszont hozzá kell tenni, hogy még pihenni sem nagyon tudtatok, mert ha jól tudom, akkor ott azért erős minuszokban aludtatok, vagy próbáltatok megaludni éjszaka. Nem tudtunk és nem is akartunk. Ugye ebben a ilyen katasztrofa helyzetben az a gond, hogy az ellátásra szorulók és az ellátók száma között iszonyatos aránytalanság van, és az idővel harcolunk. Tehát én, de mindannyian így voltunk, hogy nem tudtunk volna nyugodtan feküdni, miközben tudjuk, hogy mások a romok alá vannak szorulva. Úgyhogy amikor igazából ezek tudatos, a vezetőink azt mondták, hogy most pihenő, mert nyilván ki fogtok borulni. És akkor pihentünk én mondtam a reptéren is neked, hogy ha összeszámolom, 6-7 óra hosszánál többet nem aludtunk összesen. Összesen. Tehát a 4 nap alatt. A 4 nap alatt, igen. Tehát ilyen ájult alvások voltak a -9 fokban, amikor ugye sapkába, kabátba beöltözve a sátorba, hálózsákkal nyilván, de közben folyamatosan járt az agyunk, nem volt pihentető. Olyan érdekes volt, hogy nyilván nem nyári táborozáson voltunk, de hogy fölébredtünk reggel a sátrakból, mindenki úgy mászott ki, hogy nyújtózkodott egyet, de már pattant ki a szeme, és tudtuk, hogy tetrekésznek kell lennünk, vártuk az autót, és mentünk a következőre. Peti, 2019-ben alakult meg a híres Rescue Team, hogyha jól tudom, akkor már 13 ember életét sikerült megmenteni azzal, hogy ti ott voltatok a helyszínen, és megtaláltátok az eltűnt szemét. Most ugye, most még inkább rólatok szólnak a híradások, sőt, most már azért eléggé kemény tapasztalatot is szereztetek ilyen jellegű katasztrófa kapcsán is. Hogyan tovább most? Hát igen, akik még nem ismertek, akkor még elmondjuk, hogy mi ugye itt tevékenykedünk Bács vármegyében, és eltűnt személyek felkutatásával foglalkozunk, idős demensek, szuicid szándékkal induló emberek, de túrázóktól kezdve a kisgyermekekig mindenfélével foglalkozunk. Ugye a legnagyobb megyénkről beszélünk, nagy területet kell bejárnunk, erre voltunk alapjában véve berendezkedve. De mindig is ez ilyen kis dédelgetett álom volt, csináltuk, gyakoroltunk rá, direkt úgy van összeválogatva a csapat, hogy ahogy mondtuk, hogy mindenféle rendvédelmi szervekből a legjobbak, akik ezt bírják, ezt a terhelést, ezt akár a törmeléken mozgást, illetve az erdőben mozgást. És most ebből a földrengésből tanulva, ugye azt mondtam, hogy 35 ország közel 140 ezer kutatómentője volt ott, rengeteget tanultunk a kollégáktól, akik esetleg rutinosabbak, vagy már régebb óta csinálják, milyen eszközöket használnak, milyen tematikával dolgoznak, és most frissében még, amíg meleg a dolog, próbálunk összeállítani egy olyat, hogy egyébként megy a sima hétköznapi mentéseink, amikor az idős demens nénik, bácsik eltűnnek, és a rendőrsége, polgárőrsége együtt keressük őket területen meg drónokkal, és próbálunk egy olyan bázist kialakítani, illetve felszerelést összeállítani, hogyha ne adj Isten, akár itt a szomszédos ország, akár messzebb is történ egy hasonló katasztrófa, akkor mi csak megfogjuk azt a ládát, és tudunk menni abban a pillanatban. Ehhez ugye rengeteg technikai eszköz kell, meg itt, tehát Norbi is mondta, sátrak, hosszabbít aggregátor, endoszkópos kamerák, amivel a romok közé vetünk, és szeretnénk egy ilyen bázist összeállítani, amiben ezek az eszközök megtalálhatók. Ne kelljen soha használni, mi is úgy vagyunk ezzel, hogy maximum gyakorlatozásra, de ha ilyen történik, az első telefonhívásra ezt megfogjuk, és tudunk indulni.
Hát egy biztos nagyon büszkék vagyunk, és én bízom abban, hogy ezeket a szörnyűségeket valahogyan fel tudjátok dolgozni, és a javatokra tudjátok fordítani. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok nekem ezeket a történeteket. Köszönjük a meghívást. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Megtörténhet a zajgátló védővezetek kijelölése a repülőtér környezetében. A különböző zónákban lakóknak lehetőségük lesz eladni ingatlanukat a honvédségnek, vagy zajszigetelést kérhetnek házukra. A csökkenő gyermeklétszám, illetve az épületek műszaki állapota miatt két belvárosi óvoda átszervezése vált indokoltá. Az intézmények sorsa hosszú vitát eredményezett a mai közgyűlésen. Több mint 20 millió forinttal támogatja az önkormányzat az Újhunyadi Városi Közösségi Házat, az összeget berendezésre, bútorokra és az idei évi működésre költheti el az üzemeltető egyesület. Egyhangulag elfogadta a mai közgyűlés a városi díjakról szóló új rendeletet. A döntés alapján bizonyos díjakat összevonnak, több esetben módosítják az átadások időciklusát és két új díjat is létrehoznak. Gyémánt Bolkalitkát címmel jelent meg Csík János és a Mezzó zenekar legújabb lemeze. A zenék fő motívuma a madár, mely egyben az emberi lélek, az ember szabadságának szimbóluma is. Kedves nézőink! Hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!